Na szóval, hát ahelyett, hogy laggolunk, mint az állat, mert hát nyilván laggolunk, mint az állat, ahelyett megvárhatnánk, amíg eláll ez a kurva eső. Még egy kicsit kicsi? Jó van, visszarakom normálisan eskü. Akarok majd ilyen kamerakeretet, mert felbassz, hogy nincsen semmilyen kamera cuccos. Jaj, jó, így szokott lenni általában, nem? Ti szoktatok a streamjeimmel lenni, én azt tudom, mi történik itt. Mostában úgy streamelek, hogy olyan szinten össze-vissza állok. Nem emlékszem, hogy mi történt az adott adásban. Ne szégyeljem utólag. Szia Betty, üdv mindenkinek. Mondjuk aki most erre a mondatomra kattintott, vagy erre a mondatomra kattintott be a streambe, az mondjuk eléggé furcsálhatta ezt. De hát ilyen az. Srácok, egyébként titeket amúgy ez nem idegesít kurvára ez a cucc? Mert nincsen távcsövem, hogy megnézhessük, de van távcsövem. Titeket... Ő is idegesít. De hogy az jobban idegesít. Titeket ez a baszás nem idegesít? Ez itt mi? Mármint így elkezdte ezt diót csinálni, és azóta is leszarta. Így annyira rontja az összképet, hogy ez bontsuk már szét amúgy a mai nap. Ha elfelejtem szétbontani, akkor szóljatok rám, légy, hogy ezt a mai nap szét akartam bontani, mert felbasz. Nem néz ki jól. Mármint, hogy egy kibaszott ronda valami van itt jelenleg. Tiszta gáz egyébként. Dió azóta játszik? Azt hiszem fenn volt. Ma? Vagy tegnap? Este? Hajnal? Ma? Ha minden igaz. Mit pofátlankodik ez a gida? A kurva élet. Emberünk el van. Na, viszont én még mielőtt egyébként ebbe a szarba belekezdek, bármelyik nem most fogom csinálni. Van egy bőrcipőm, amit szeretnék encsantolni, mert idegesít. Hogy idegesít, hát ez van. Szóval szeretnék egy bőrcipőt kb. Ugyanilyenre encsantolni, mint a Netherite cipőmet. Gui 3 nagyobb? Dehogy nagyobb. Kérdőjel, hát ez a 3-as. Ez meg a 4-es. Viszont nagyobb. Szét kell TNT-zni? Á, nem! Hát nem akarok mást szétrobbantani amúgy. Nem áll szándékomba. Na, viszont nekem kéne szedni cuccokat. Legalábbis valami könyvet, vagy nem tudom, hogy van itt valami könyves polc. Egyetek szart. Tökéletes. Ez a tábla még mindig zseniálisan néz ki itt. Ez honnan tudja, hogy mi a gecit csinálok? Ne kövess! Na. Nem tudom, valami könyves polc, vagy ilyen hülyeséget kéne szerválni. Egészen pontosan. Na mindegy, majd ha esetleg Dió úgy van vele, hogy nem tudom, akár meg akarja. Azt hiszem, hogy Gida már ott fenn van. Ki van ott? Dió! LOL! Mi? Wait? Várj, mi? Na mindegy. Dehogy játszok? Hát hogy néz neki így? Hát nem látok ebből semmit. Vágod, nem látok ebből semmit. Van nullás. Az az automata? Hogy lehet? Van, aki legit így játssza a Minecraftot? Hadd kérdezzem már meg. Van, aki amúgy így játssza a játékot? Tehát 8K-s TV nyomja, vagy mi van? Ezt minek állították be így egyáltalán? Ne ütögess, bazd meg. Jó, hát ez zseni. Aztom, nem is látom, hogy hol kéne visszaállítani a dolgokat. Tökéletes. Na szóval, kéne könyvet szerválni. Valahonnan. Nem tudom. E-sportolók, de hát még ebből se lát semmit. Hiába nézett 2 centiről. Tehát zseni. Ja, meg elmehetnénk mondjuk... mondjuk itt a könyves polcot szétkapnám eskü. Miért nem működik T-Launcher-es Minecraft-tól a Fabric plusz kiegészítő modok? Hát mit tudom én? Nem próbáltam Fabric-kel, hogy működik-e. Tehát például a mod bemutatót azt nem gondoltam olyanokra, akik crackelt Minecraft-ot játszanak, mert így... Könyörgöm, vedd már meg azt az Isten verte játékot, légy szíves. Legalább ha Minecraft-hoz, akkor ennyivel támogass már a készítőket. De egyébként nem tudom, szerintem működnie kéne, mert ugyanúgy van egy T-Launcher map a mod mappával. Szóval szerintem működnie kéne. Igazából. Szerintem, de nem vagyok benne biztos. Hát mert az updatában ugyanúgy benne van.
Hát jó, csak mondjuk, nem tudom, nekem eléggé nagy bűntudatom lenne, hogyha mondjuk játszok egy platformjátékkal, mert szerintem ez egy platformjáték, aztán meg amikor nem tudok felmenni egy szerverre, akkor inkább szidom a szerver készítőket, hogy miért csak eredet és a szerver, és miért nem lehet crackkelten játszani. Hát mi a fasz? Tehát így nem havi szinten kell előfizetni erre, mint mondjuk egy WoW-ra, vagy bármi. De mindegy, de lehet csak én gondolom ezt rosszul. Na, mi a szart akartam? Megnézni, hogy itt hát, hogyha van könyv. De egyébként szintet akartam egy párat. Hol vettem meg az MC-t? Én a Minecraft.net oldaláról, de egyébként például G2A-ról. Felkeltél a G2A! Tudsz egyébként olcsóbban MC-t venni a linkemen keresztül, kösz. Természetesen. Hogy ne lehetne? Hogy ne lehetne G2A Minecraftot venni? Nyilván. Csak most már ugye Microsoft fiókod lesz. Még akkor is, hogyha a Java verziót veszed meg. Hurkalé, én lókal beszélök, nem hurkalé, kikérem magamnak. Lehetek majd hurkalé a következő videóban esetleg. Ahol majd pedig azt fogom bemutatni, hogy fogok monitort összetörni. Mit szóltok hozzá? És leírom majd kommentbe, hogy mit törjek össze szét legközelebb. A barátnőm érzését, ez lesz a következő. Főleg, hogy nincs barátnőm, de ez most teljesen lényegtelen. Na. RTX miatt? Van, amikor nagyon ilyen kedvező leárazás van a Win10-esnek, vagy már nincsenek ilyen 1-2 dollárokért? 50 óráig a kocsiban videó? Láttam. Nekem annyira random volt ez a videókresszertő, hogy ez valami eszméletlen, hogy így... Jó, akkor 50 óráig autóban. Én csak egy 50 órát úgy, hogy nem mozdulok ki a lakásból. Ja, várj, ezt már teljesítettem. 7-szer. Egymás után. Köszönöm. Esküszöm, hogy jó az életem. Hát, engem bezárhatnak ide, bazd meg, de úgyse fogok kimozdulni, szóval teljesen lényegtelen. De amúgy nem tudom, majd megnézem egyszer Fabricessel, T-Launcherrel, hogy nekem működne, hogyha ezeket a modokat beraknám. Aztán tudja a tök, mert amúgy így fogalmam sincs őszintén. De elvileg mennie kéne, szóval passz. Vodkász szép délután, hát neked is, Kobi. 50 óra egy konditeremben. Nem, hogy ilyen egy hétig kellene olyan dolgot csinálnom, hogy mondjuk egy ilyen egészséges hétköznapot. Hétvégével együtt, vagy bármi. Na abból csinálnék tartalmat. Hogy úgy, hogy egész nap itt ülök, milyen változást tapasztalnék amúgy, vagy milyen lenne a közérzetem. Hogy legit mit olyan elmennék mondjuk futni, mozogni, étkezni, mit olyan előre össze van állítva a kajám, hogy mizu, és akkor így, de annak legalább lenne tartalmi értéke, mert tudom nagyon jól azt, hogy mondjuk én, mint mondjuk elég lusta ember, az, hogy most egy ilyen változáson mondjuk akár csak egy hétig megpróbálom, hogy most én ezt hosszú távon szeretném-e folytatni, vagy mit szeretnék ebből kivenni szívesebben, vagy mit változtatnék ezen, ennyi. Na, annak látom értelmét, de lehet, hogy ez egy unalmasabb tartalom, mert LOL, nem vágok be fingó hangeffekteket. Geci vagy, én nem tudom amúgy, fogalmam sincs. Hihetetlen fingó effekteket kell berakni egyébként, aztán vicces lesz egy adott YouTube videó. Nem tudom, faszkod, én is szeretek YouTube videókon, meg YouTube videókban, amikor én csinálom, érted, de azért próbálok valamit összerakni. Nem azt mondom, hogy nagyon minőségi akarok lenni, mert untatni se akarom az embereket ezzel. De most mondjuk, érted. Mondjuk szeretnék ezen a héten is valamilyen videót kitenni. Mondjuk nem tudom azt, hogy most 2 vagy 3 videó fog kikerülni ezen a héten. Az majd kiderül. Azt mondja, csak 10k. Annál drágább volt valaha a Bedrock verzió? Akarom mondani, a Kartasz linkkel nagyon jól jársz vele. Még akkor is ugyannyiért veszed meg. A tesók a kedvenceim. Jó, ők a tesók. Vágod. Nem, engem idegesít egy csomó videósnál az, de ez csak az én személyes problémám, hogy van már egy adott nézőbázisuk, egy adott követőszámmal,
És igazából bármit megcsinálnak, nézni fogják az emberek. Tehát az, amikor van egy monitor, ami már nem működőképes, te szétütöd egy baltával, és csinálsz belőle slow motiont, 50%-os gyorsításra teszed, vagy lassításra, és azt mondod, hogy ez egy slow-mo videó, akkor így nem igazán értem, hogy ezt miért nézték meg 200 000-en. De egyébként adom, mert hogy ekkora nézőszám, meg nézőbázis, az azért eléggé nagy munka kell, attól függetlenül, tehát hogy... Érted? Csak mondjuk ezt lehetne valami értelmesre használni, nem? Lehet én gondolom rosszul. Tudja a fasz. Lehet csak nekem van egy ilyen rossz logikám ebbe. UC. Hát nem kell rövidíteni, hát Warcraftra gondoltam, hát én nem fogok itt most. Nem mondok neveket, de ahogy nem mondok, geci. Hát pont most kaptam egy Insta üzenetet valakitől egyébként, hogy sztoriba megkérdezték tőle, hogy mikor fogsz már értelmes videókat csinálni. Azt elküldte nekem privátba, aztán válaszoltam, hogy hát esküszöm, hogy nem én írtam. Pogers az komoly, pogers az nem semmi pogers. Tamás! Az komoly! Köszi szépen az 5. hónapodat, köszönöm a Prime-os feliratkozásodat. Köszi szépen, srácok, nagyon kedves tőletek. Nézők is többnyire itt vannak. Jó, persze, tehát hogy attól függetlenül ez jogos, tehát hogy én se csinálok mindig minden héten valami új dolgot, tehát jog. Abszolút. Csak mondjuk egy streamben eléggé nehezebben tudsz úgymond kibontakozni, mint akár egy YouTube videóban, amit mondjuk akármilyen féle fajta ötlettel meg tudsz csinálni, persze. Egyébként. Munka közben is. Micsodi? Nem érteni. Azt tudom, mit mond. Na, azt tudom, mi volt az előző mondatom. Legalább te dolgozol, Birdie. Hallod, promóz már be egyébként a vendégeidnek a csatornámat, ha faszkodni akarnak. Érted? Körömfestés közben, mitől megy a tévébe ez a hülye gyerek a háttér, meg beüvöltem, hogy Birdie körmei a legjobbak! Ha feliratkozol rám, 10% kedvezményt kapsz tőle. Csak mondom. Mekkorát menne. Előbb együtt néztük a vendéggel? Hát az elég szomorú. Az elég szomorú, így nem mondta, hogy ki ez a piros fejű paprika Jancsi? Oh shit, egy fél pillanat, fontos hívás. Warcraft hív. Mondták, hogy ne szólogassak be videósoknak, mert kurvára meg fogom járni. Hát, nem is értem. Elég gáz hozzáállás, amúgy. Amúgy nem ez volt, eskü. Nem ez köszi volt. Szépen a szabot! Szevasztok, eltelt megint szavasz. Egy hónap úgy,
hogy csak egy óra streamet néztem, nem baj, legalább ezt a pénzt nem rakom fel Tipmixen, hanem egy éhező ázsiainak megy, akit amúgy utálok már évek óta. Megkaphatod. Te meg jó lenne, ne írnál többet a hatre. De ő a moderátorom, te pöcs. Kösz szépen, Romi. Jaj, te Tipmixre ilyen pénzeket teszel fel? Nem tudtam, hogy egy szab 100 000 forintba került. Kösz szépen a 22. hónapot. Imádás van, szavasz, Romi, remélem jobban vagy. Szavasz, szia. A szívecske te vagy a szívecske? Nem tudom pontosan. Mondjuk nem hiszem, hogy elbaszott felhasználó neved lenne. Egyébként. Tudja a fene. Kösz szépen, Romi, a 22. hónapot. Nagyon kedves tőled, puszi. Ja. Alapvetően. Na, mi van itt? Elmenekült inkább a vendég, tudod, meglátott engem, azt mondta a nő, na én nem vagyok hajlandó többet itt lenni, nem. Nem vagyok hajlandó többet itt lenni. Resource pack. Tökéletes. Szóval igen. Kimondom az uvut ilyen vékony hangon, nem, mert nem vagyok egy ilyen lány, meg engem nem kell szimpelgetni. Szóval, ja. Nem csak hívtak azzal kapcsolatban, hogy lenne egy történés, aztán egy elég sürgős történés, szóval lehet, hogy hónapi nap lesz majd valami cuccos azzal kapcsolatban, hogy majd kérem a segítségeteket, de majd még erre még így kérdezősködök, meg utána kérdezek, meg faszom tudja. Na mindegy, ez volt. Köszi szépen. Mély hangon? Nem is mély a hangom, kezdjük ott. Hát ugye elég nehéz lenne, nem? Igazából. Múltkor nem voltam itt chaten, de Snap-en elküldte, hogy mindenkinek köszönöm, csak nekem nem. Azt jó megkaptad, lány! Hát én se köszönnék lányoknak, borzasztó mindahányan vagytok. De akarom mondani, meg ilyenek. Van itt valahol könyv? Hát nem hiszem el. Biztos van az állatkertnél. Ja. Egy órát nézek streamet per hónap? Hát legalább értelmesen akarod eltölteni ezt az egy órát, akkor legalább azt, akkor majd a 12 óráson legyél itt. Választhatnék valaki jobbat is. Jó, hát akkor nézed a mikrofon nyalogatós lányokat. Biztos, hogy jobban érdeklődél irántuk. Ha már megcsalsz engem, meg ilyenek persze. Na, tolatni? Még a mai nap sikerülni fog? Kösz. Köszönöm szépen. 9 emerald, egy polc. Ön szerinted van nekem 9 emeraldom? Ez elég borzasztó feltevés volt. Pozs jól elkezdte építeni azt a kört még 8 hónapja. Hát mondjuk Valentin napkor a faszom se tudja, hogy mit csináltam. Mit csináltam Valentin? Á, van 9 emeraldom, gazdag vagyok. Nem tudom, mit csináltam Valentin napkor. De azt hiszem az a hetem eléggé sűrű volt. De amúgy meg szerintem fix nem jöttél volna le Csabára. Bár mondjuk tudja a fasz. Fogalmam sincs. Az nem tudom, hogy... az nem tudom, mi lett volna. Fix lementél volna? Oh shit. Tudod, így átjön Robi, itt van este 7-ig, azt mondom neki, hallod Robi, nem tudok neked amúgy szállást adni. Szóval, menj haza közrészegen. Valentin napoztatok volna? Hát, nem csak az ment volna, de hát, ja. Ilyen ez. Vittem volna neked virágot is. Na, majd jövőre. Na, hogy azt hitt, hogy nekem itt nagyon hamar ilyen kapcsolataim lesznek, meg ilyenek. Anyámon kívül senki se szeret, hidd el nekem. Mondjuk anyám is csak szerintem csak muszájból mondja. Nem kell keresni, majd jön. Hát jön az majd, hát nem kell túlgörcsölni. Jó, az Atesz megtámadja. Kell a fasznak. Aha, ezt mondod most. Ezt mondod most. Na majd egy hónap múlva ugyanúgy válaszolj erre. Haladni akarsz az életbe, ha nem vagy kapcsolatba? Jaj, geci. Haladni ezekre inkább nem mondok semmit. Jó, hát nekem az, mint hogyha én ilyen nagy csajozógép lettem volna valaha, de a kapcsolatémnál mindig lustábban csináltam a tartalmaimat. Ez egészen biztos. Hát jó, bazeg, több dologgal kell foglalkozni. És? Hát sem tudok vele mit csinálni. Faszom, mert nem az, hogy hibáztatok bárkit is, de amúgy érted. Akarsz ezzel is foglalkozni, azzal is foglalkozni, így is, úgy is. Itt meg, hogyha 12 órán keresztül akarok valamit csinálni, akkor fogom magam, azt leülök 12 órán keresztül valamit csinálni. Azt viszont látásra. Érted? De most ilyen ez. Akkor tudunk könyves polcot venni. Fél év. Mármint, hogy Rominak vagy nekem? Remélem, hogy Rominak.
Hát valószínűleg Robinak. Túl sok a pénzéhez simant a környéke, hát akkor Robinak. Technikailag. Robinak? Hát nyilván. Ez elég jó pas ez. Lányok, írhattok rá, köszi szépen. És tényleg 9-be kerül. Atya úristen. Van sziaktácson benne? Nincs. Én Romit nem is nem szóval én rád tippeltem. Hát mint hogyha kinéznék valahogy, hogy én fél éven belül valakivel összejövök. Amúgy biztos ilyen vagyok, nem? Hát valószínűleg ilyen vagyok amúgy, hogy így írogatnak rám folyamatosan a lányzók, hogy jaj Norvi, olyan szexi vagy. Én meg így folyamat el kell őket utasítanom, hogy jaj nem, én még nem állok készen egy következő Ki a faszom hiszi el ezt? Ez egy másik HC. Nagyon pereg a HC. Olyan kiegészítő vagy, túlélő szíveim vannak. Mi a szart akartam? Ja, a könyveket, de ahhoz kell emerald is, nem? Hát, ja. De attól függ, hogy vannak olyan enchantok, ami nekem kell. Könnyű esés 4. Tökéletes, ez pont itt van. 31-ért. Rabolj ki, köszi szépen. Hát, ezen kívül kell egy protoss csá. Még talán egy mending? Hát, csak el kéne menni fát szedni. Mindenkit befűzök. Ja persze, amúgy erről vagyok híres, nem? Pont volt egy ilyen TikTok videó, amire betegeltek, de erről már meséltem, hogy van-e olyan magyar nézettebb streamer, aki nem fűzi be folyamatosan a lány nézőit. Az betegelnek engem. Te mondom, kérdőjel. Mármint kiderült, hogy amiatt tegeltbe, hogy én nem vagyok ilyen. Szóval aki magad írta, hogy minden 200 néző feletti streamer ezt csinálja. Hát mondom, persze, Getsz, nekem ez a hóbortom, nem? De mi a fasz? Hát nyilván, mint nem lenne jobb dolgom. Meg hogy én nem is értem. Tehát néha olyanokat hallok mondjuk így egyes tartalomgyártókról, hogy beszarok rajta, hogy érted? Erre meg arra van idejük, érted? Én meg így leülök streamelni, végzek a streammel, eltelik az egész nap, alszok, vágod, néha ideülök a gép elé, ha kell valamit csinálni. Tehát egyes embereknek amúgy egy nap 48 órából áll. Én nem tudom, hogy a faszba csinálják, érted? Én alszok, felkelek, vagyok egy órát, streamelek, vége van a streamnek, érted, beszélgetek max. 1-2 emberrel, aztán ennyi volt az egész napom. Hogy van embereknek ideje amúgy ilyenekre? Atya úristen, talán kurva sok órából áll nekik egy nap, vagy nekem fogalmam sincs erről. Nekem csak 75 az átlag nézőm. Ja tényleg én lecsúszott Twitch partner vagyok, kajak. Hát de hogyha sokat alszol, szebbé tesz. Hát szerinted? Hát látsz engem? Elég egyértelmű szerintem. Szerintem ez elég evidens. Gazdasági totálkáros mercit. Hát nagyon helyes. Ez többe kerül, mint az én életem 3-szor. Né 74 és fél? Hát ti döntitek el, hogy hányan vagytok, nem? Nem én határozom meg, hogy hány ember fogja nézni azt, amit csinálok természetesen. Hát itt figyelj, legalább szerződésbontásról jut eszembe, hogy itt Twitch-en könnyebb szerződést bontani, mint gondolnál. Egyszerűen nem akarnék ezen a platformon streamelni. Lejátszok nektek valami kurva kemény hardcore pornót. Aztán viszont látásra, aztán ennyi volt a Twitch fiókom. Szóval én meleg vagyok-e? Az lenne a kérdésem, hogy ezt miből szűrted le? Mármint így, honnan jöttél rá? Én nem szoktam mondogatni. Tehát így, honnan tudod? Eskü kíváncsi vagyok rá, tehát hogy miből vetted észre? Nem kell bántani, csak megkérdezem, hogy mizó. Prime, hogy lehet előfizető csatornára? Hát már szabon vagy, szóval azt hiszem sehogy. Jaj, csatornákra? Jaj, hupszi. Igen. A kérdésen dramán az. Van egy macskám, kandúr. Igen. Nem tudok több ilyen fát szedni, mi? Mit adott? Ja! Getsz, te vagy a lölő? The fuck? Oké. Okay. Megérkezett a lölő. Köszi, lölő. Baszni akar? Hát a kandúr meg is jelent, ennyi. Te vagy a cicám, a kandúr. Egészen fontosan. Szent WC papír, sziasztok emberek, puszi mindenkinek, hogy vagytok, csá?
Na, szedünk egy jó pár fát, bár mondjuk mindegy, mert már megadta amúgy az államadóságot, amúgy barna. Köszönöm szépen, puszi barna. Meg ilyenek. Na szóval, tehát hogy Prime-on úgy tudsz ugye, hogy ha megvan a Prime-od, és azt jelzi, hogy még nem engedi, akkor meg kell várni egy hetet, miután levonja a Prime pénzt, és utána tudod kihasználni a Prime szolgáltatásodat és a feliratkozást is egyúttal. Abba vagyunk, hogy múltkor kérdeztem, azt mondtad, hogy nem. De akkor most miért kérdezted meg megint, hogyha először azt mondtam, hogy nem? Tehát... úgy működik a melegség, hogyha megkérdezi valaki 13-szor, akkor én meleg leszek? Vagy mi van? Én esküszöm, nem tudom, hogy ez hogy működik, de most már eskü tudni akarom. What the fuck? Jó, jó, jó! Lölő, elég lesz! Hát, ha meggondolom magam. Nincs olyan, hogy hetero ember srácok, csak kevésbé bátor. Tudjátok ti is azt nagyon jól. Na. Jó, kellett a könnyű esés. Na, itt tör három amúgy jöhet. Kétszer. Már azt hiszem a cipőmön sincsen, ha jól tudom. De hogy van? Miért is lenne? Confused, én se értem, eskü. Oh shit, nincs több könyvem. De hát ez nem jelent semmi bajt. Úgyis barna most éppen milliárdossá tett engem. Ezt nem hiszem el. Azt szerintem elbasztuk, de ez csak egy tipp. Lejárt a szabom, de van BTTV? Most raktam be BTTV-re a Vibe Please emote-ot. Izé, mi volt ezen, amit nagyon pörgettünk régen? Getszel, mit eszembe amúgy. Na mindegy, valami weekend. Tudja a fasz már, nem emlékszem, rég volt. Ez a másik tör 3 amúgy. Nagyon megy a vibe. És a chatterinót nem indítottam újra. How's every weekend? Bazzek, tényleg? Köszi. Kell még, elvileg a köszi szépen a szabot! Kell még prot 4, ha minden igaz. Doman, köszi a subgiftet Mistinek! Köszi a második subgiftet a csatornán. Nagyon kedves vagy, puszi, köszi szépen mindenkinek, még egyszer köszi Rominak, Tamásnak, Freenek, Cseresznyének, Hesinek, Brominnak, Barnának, mindenkinek a mai stream óta az összes támogatást. Köszi Robin szépen Hood. A szabot! Atya úristen Robin Hood, köszi szépen a subgiftet, nagyon szépen köszi Ákosnak, köszönöm szépen neked az első random subgiftet a csatornán, illetve Dománnak a második subgiftet a csatornán. Pergessétek már meg ezeket a dobozokat, köszi szépen emberek. Nagyon kedves tőletek, mindenkinek köszi a random feliratkozás ajándékozást. Nagyon kedvesek vagytok, és az önzetlen támogatást is köszönöm szépen. Hol van a prot? Emberek, nem találom a protot. Megvagyunk. Tökéletes. What a dog doing? De nem kell... De... Úristen, hát... De ő most miből trédel? Valamiből trédel, amit én nem tudok egyébként. Köszi srácok, nagyon kedvesek vagytok tényleg. Puszi nektek, millió szeretet és smár. Ha valami ilyesmi. Mit akarok amúgy? Ja tényleg. Rezsicsökkentést. Meg 13. havi nyugdíjat. Erre nagyon nagy szükségem van jelenleg. A dolod? Elég jól csináld, azt kell, hogy mondjam. Ezen nincsen amúgy unbreakingünk, azt hiszem. A mély kerül 10-be. A rohadt életbe. Tökéletes. Azért kell a bőrcipő, mert itt a hegyek között tudunk legalább járgálni. Embert, mennyit adsz? Mikben vagy, barda? Hát akkor legalább csináljuk meg a full szettjeinket, nem? Hát nyilván. Prot 4 tör 3 mending, azon kívül nem kell más, azt hiszem. Barna passzik feljönni voice-ra egyébként. Gyere fel voice-ra! Süket ember! Na mindegy. Ha mennyi pénzt kapsz közösségtől, mindenkit meghívsz egy fagyira? Ó, az biztos.
hatalmas nagy labdák lesznek amúgy a fagyit tetején. Csak, na, csak ne tudd meg, hogy ki. Na itt mi a fasz van? Szavasz, Bali. Cső. Nem tudom, mi van. Itt pereg az SMP. Ja, itt van Barna. Ha Barna, honnan van ennyi pénzed? Mutass csak egyébként a költségelszámolásodat. Neked, neked sincsen semmi pénzed, ugye? Max ilyen 500 000 forintod, mint drága királyunknak. Szóval itt van 5 darab farmer. Köszi szépen a szabot! Tudtam már annó. Úgyhogy ők egyért adják a dinnyetököt. És hát, ugye nekem van egy dinnyetök farmom. De hát főként XP-re használom őket. Bazzek kajak! Hallod? Elég nagyot mész amúgy, amúgy. Amúgy nézd. Na. Csak egy kis titkos chest itt. Oh shit! Köszi szépen. De én inkább már XP-töltésre használom őket. Minek neked 13. nyugdíj, amikor itt van Barna? Hát ez meg a másik. Vészáros Bráner. Köszönöm szépen. Robin Hood, köszi a random subgiftet Cole-nak. Úristen, köszi szépen. Köszi szépen az előadó művésznek. Köszi szépen a J. Cole-nak. Köszi. Második subgiftet a csatornán. Köszi Robin Hood. Mehetnek a dobozok. Köszi srácok, nagyon kedves tőletek. Atya úristen. Bolondok vagytok ti. Na. Doboz. Na szóval, van itt valami, ami, hát mondjuk egy pár enchantot még rakhatnék magamra. Csak úgy miért ne alapon, persze, ha már itt van mondjuk így 5 darab emeraldunk még maradék. Szia, Lina. Mi a helyzet? Mi van? Hát ugye annyi van. Még. Mi? Nem kell több. Hát már kopogtat a nap lassan, bassza meg. Hát most szerinted hogy fogok elszámolni? Imagine tényleg beszponnolnának ide a navosok. Jöttük ellenőrizni. Mi a franc? Várj, itt kell azt hiszem lennie. A kardom amúgy fullos? Eléggé. Fullosba vágtad magam. Az komoly. Respiration az így létezik itt a... Ha van, úristen. Hát ez király. Szia Lina, üdv mindenkinek egyébként. Puszi. Szia Áron, sziasztok srácok. Hellóka. Ad, mert megteheti. Ja, a Barna? Hát minden emerald egy subgift ezek szerint. Pogchamp. Na. Mi hiányzik még a sityakról? Mending prot unbreaking, mending prot unbreaking, mending prot unbreaking. Ott is 4 darab van. Itt is 4 darab van. Csákány is laza, ott mondjuk a tör 3 hiányzik, ott is a tör 3 hiányzik. Hát még 2 darab tör 3-ot kiszedni, az a legfullosabb az én vagyok. És mondj ilyet. Aztán megint megkérdezik, hogy ilyen reakcióimra, hogy meleg vagyok-e. Mert hogy először azt mondtam, hogy nem vagyok, ezért megkérdezik másodjára. Bár ne kérdezz meg tőlem, hogy meleg vagyok-e. Hideg vagy? Ice? Igen. Tökéletesen. Na, most már megint kétszer kell megkérdezni, és megtörténik a csoda, most lehűtött Barna. Jég, föl vagyok. Talán fel sem olvadom. Ne, nincs elég szintem, fuck. Akkor megyek el innen, csa. Kösz a pénzed. Tartsd magamat, csak ott apró állat. Mi a fasz? Na, mindjárt. Szóval. Másodjára hátra meggondolom. Én nem értem amúgy, tehát akkor miért nem azt mondja, hogy szeretnék veled egy éjszakát eltölteni, adok érted 450 ezret. Érted? Te buzi vagy. Na, látod, Bali, mondjuk adott egy dollárt érte. Tehát, hogy érted. Erre szokás azt mondani, hogy nem csak semmi olyat, de 20 ezer az 20 ezer, nem? Én is ezt kérdezem, szóval, ja. Látod, Bali, most már ösztönöz engem. Sem vagyok elég bátor. Köszi, Bali, a dollárost. Köszi szépen. Mi van veled, Bali? Hogy vagy? Hogy vagy, főnök úr? Na szóval. Amúgy 7-ig lesz stream, srácok. Nem hiszem, hogy 3 órát fogok tudni SMP-zni. Meg a holnapi napra elég sok mindent szeretnék tervezni HC-ra. Meg a 12 órás is meg kéne tervezni amúgy szombaton. Nem tudom, mi lesz majd a menetrend. Szeretném még... Ja, meg még ki tudja, hogy mi lesz amúgy holnap. Mert ugye a telefonhívás, ami történt, amiatt lehet, hogy nekem lesz majd valami szitum. Szóval ki tudja. Ott az indokai neki DC-n. Ekkor egy büdös kamut. Na szóval. Ja, csak Photoshopolt Bali egy képet valami kifogással. Tök lényegtelen. Ne is hallgassatok rá egy percig se.
De azt hittem egyébként, hogy azt hittem, hogy ismerősöm, vagy valami. Nem tudom, hogy nagyon hasonlított valakire, mondom. Mi a fasz? Legközelebb anyám lesz, vagy mi? Apucinak kell téged szólítani, vagy mi van? Mi a fasz? Szóval... üssük le ezeket a csirákat. Ismét lehet szombaton Beat Saber? Hát ha szeretnétek szombaton Beat Saber tőlem, akkor nagyon szívesen lesz. Amúgy. Én leszek az új apukád. Most az a baj, Bali, egyébként, hogy most nagyon vegyes érzéseim vannak azzal kapcsolatban, hogy én ezt akarnám, vagy nem akarnám. Daddy. Bloody Daddy. A kurva életbe. Jogi, én is ellógtam meló alól hétfőn, tehát nem tudok vele mit csinálni. Feljöttél a farm tetejére? Úristen. Barna megmászta a csúcs tetejét. Azt nem hiszem el. Látjátok, Barna elég bátor. Azt kell, hogy mondjam. Szóval, ha akartok Beat Saber-t szombaton, akkor tök szívesen egyébként droppolom nektek. Erikát, nem akarok sztori játékot játszani. Őszintén szólva. Meg én, jó mondjuk, az Erika nem egy szarjáték. Mármint, hogy nem a jó lányokos Erika, hanem a PS exkluzív játék. Nagyon bánom, hogy nincsen PC-re amúgy. Azt jobban adnám, mert az a baj, hogyha PS-ről stream, tehát PS-t mutatok nektek, PS képet, akkor ezt a kamerát nem használhatom. Mert ugye egyetlen egy capture kártyám van csak. Hogy hány fokosak? Én tudja a fasz egyébként. Na azt akarod, hogy megsírosan egy játék, Bali? Kihagyom, köszi. Hát felőlem megkérdezhetik, bazd meg, de érted, tehát... évekkel ezelőtt valóságshow volt az egyik kapcsolatom, a másik kapcsolatomról, meg tudtátok nagyon jól egyébként, hogy... Mondjuk fiú álnév volt, szóval mondjuk kérdőjel. Ezek után mondjuk meg tudom érteni, hogy felteszik ezt a kérdést. Hát nehogy már. Ezek a hangok, ez zseniális, ahogy csattognak egyébként a mobok, várjál. Ezt fogjátok hallani, amíg én iszok egyet. Nem, mert fel fog állni? Csak nyugodtan. Kiderült volna, hogy nem is kamu név. Ó, nem tudtok ti semmit. Srácok, ha ezt a hangot halljátok, akkor valamit nagyon jól csináltok. Ez így van. Ezt nagyon jól látod. Legjobb, hogy ez hangszóró megy full hangerőn, szerintem a szomszéd is elveszkedik. Hát helyes. Nem, amúgy tudod, így hallgatja a szomszéd, és így rádordít, hogy te éppen a Guardian farmodnál vagy? The fuck? Na még kellene vagy 5 szint. De amúgy szerintem attól, hogy Barna fenn van a tetején, az nem jelent semmit. Hallod, Barna? Na mondjad. Attól, hogy fenn vagy szerintem a farm tetején, nem hiszem, hogy jobban droppolna. Vagy dehogy nem. Igen? Ezt már itt csináltok a többiekkel is. Adok neked egy Guardian fejet, tessék. De mintha nem lenne amúgy 570 darab. Nem, amúgy egy sincs. Két és fél stack van a farm alatt. Ja, jó, oké. Okay. Kettő is fejeztek, tehát így elég komolyan megy. Én nem ide valós emőként, csak feljárok ide. Azt mondod? Azt mondom. Kettő közül ki a nagyobb hazug szerinted? Daddy. Ja tényleg, most te vagy az apucim. Gyere már rád, szomszé, nem tudom, hogyan kell építeni. Ezt közösen fogtok építeni Guardian farmot, hát persze. Nem úgy vagyok vele, hogyha már itt odaadtad a végtelen emeráldot amúgy, akkor legalább már kifugulozom magamat. Szegény Lippai, hát arra keltem, bazd meg. Arra keltem a kurva életbe, gondolhatod. Nem tudom miért instát nyitottam először, érted? De hogy nem tudom, valamiért a sors így akarta, hogy erre keljek. Tök érdekes, hogy csomóan a Mike Wazowski szerepét nem is írják. Hát, az baj egyébként, én nem tudom, mindig elgondolkoztam az ilyen embereknél, akik mondjuk színészek vagy szinkron színészek, hogy az gáz-e, hogyha mondjuk csak egy-két szerep
miatt említik meg, hogy ő volt annak a hangja, vagy azt a szerepet játszotta a kurva életbe. Ahelyett, hogy mondjuk a munkásságának a főben elemeit kiemelik. De mondjuk tényleg ikonikus, szóval mondjuk, ha legalább már emiatt mondjuk tudják, hogy ki, akkor szerintem az már úgy megérte valamilyen szempontból. Vagy nem tudom. Hát jó, de ez amúgy is mindennel így, vagy mindig mindenkit a legnépszerűbb valami miatt ismerik. Ez jogos. Mert értem, szerint azért az, ahhoz ér el csomó, na, szóval azért el csomó emberhez. Igen. Esküszöm, nem rontottam el semmit a farmon belül, Barna. Esküszöm, semmit nem rontottam el. Látom. Kiütöttem véletlenül a fehér üveget, és nem tudtam, hogy ezek egy blokkból ki tudnak jönni. Ki? Nagyon. Na, várja. Nem, megvagyok. Ennyi. Mert hoztam közben fehér üveget. Még tudom, hogy nem fehér üveggel volt, szóval most tönkretettem az egészet. Látom. Mondtatok egy szar viccet? Nem. Csak azt mondtad. Mondjuk Florian, te itt vagy már egy ideje, szóval annyira gázat nem mondanál, mint mondjuk egy random néző, aki becsatlakozik. What the fuck? Mi angolul, hogy az apjára ütött? Oops, daddy. Oh shit. Az a baj, már én is mondtam egyszer-kétszer streamen, mit tudom én, hogy mint hogy ilyen tulajdonság miatt mondjuk anyámra ütöttem, azt mindenki mondja, hogy hú, te ütötted édesanyádat? Mondom, persze, ja, bazdmeg, olyan vagyok. Mondom, ez vagy egy szar joke, vagy már nem használják ezt a kifejezést. Minek oda pókháló? Mutatom, nézd. Ja. Rossz gombot csomtam, várjál. Majdnem. Nem emiatt kell, nyugi. Felrobbant volna az egész farm. Szóval. Tehát, amiatt kell a pókháló, hogy engem ne lökjenek hátra ezek a Guardianok, hogyha közben ütöm őket. Azért van a blokk mögötte. Is, meg a pókháló. Bence! Mi a fasz? Ebben te mikor volt egy utoljára? Csá, Bence, 1000 éve. Úristen. Nem tudja. Régi hűséges nézőm. Időszámításunk előtt óta. Most imitálom a átlagos magyar Facebook kommentelőt. Ismernem kéne! Ezt nem az ilyen lányok szokták csinálni az Insta live-okon, hogy mit, hogy nagyon szép vagy. Hát nekem ne mondjad, hogy szép, amúgy se ismerlek, kurva anyád. És amikor odaír valami fuckboy, azt mondja, jaj, köszi szépen, jó, köszönöm szépen, szépen, te vagy. Valami ilyen geciség amúgy. Ezeket az eszki, és utána az ismernem kéne, ezek a tipikus ilyen, valakiről készül egy cikk. Ez és ilyen akkor... tajparaszt. Ez... Igen. Nem, mintha ne tudnád legoogolozni 2 másodperc alatt. Sose hallottam róla, egyelő semmit nem ért el az életben. Mit tudom, az Elon Musk-ról nem hallott semmit, és akkor ki ez az idióta, valószínűleg az anyjával él. Uh-huh. Biztos rá van szorulva egyébként. Jó, de azt nagyon, nagyon hozzá kell tenni, hogy az ilyen nagyon ilyen dobálkodó Facebook kommentelők többsége az nagyon, nagyon izé, ilyen... hát nem azt mondom, hogy alja paraszt, de az, hogy annyira tájékozatlan, hogy ez valami szörnyű. Nagyon durván tájékozatlan. Amúgy közben meg vagyok szerintem. Nem van. Barney tetti. De szóval. Elon Musk. Hát valami olcsó MB. MLM-es, meg ilyenek, tudjuk. Az. Imagine. Imagine MLM-es. Az egész világgal szemben. Fél éve legalább. Hát komplett. Usten. Onnan jutott eszembe, hogy ugye néha görgetem ezt a tetves Facebookot, ugye egy-két Márki-Zay és Orbán geci között látok egy-két ismerősnek a profilkép változásait. Aztán azért mondom, hogy így, úristen, hát ez a Bence! Egyébként. Meg talán pont rákérdeztem a legutoljára, amikor itt voltál valamilyen művészeti cuccal kapcsolatban, amit láttam. Görgetek én Facebookot, csak nem kommentelgetek sehova. Hogy vagyok? Ág vagyok, mint a befőtt. Mennek a streamek ezerrel, most már YouTube videókat is csinálok, mondjuk olyat amilyet, de egyébként intézkedek, meg dolgozhatok. A Szabdrága XD. Hát, költséges. Köszi Robin Hood a dolláros és a támogatásaidat a mai nap. Köszi szépen amúgy. Psycho Legend. Kb. Csak a Musk miatt van Twitterem. Hallod? Zseni az a fali amúgy. De azon nagyon beszart, amikor kiírt a Twitterre amúgy, hogy neki a mostani évi adója az 11 milliárd dollár volt. Szegényke. Hát de 11 milliárd dollár az államnak, haló. Hát annyi összkasszája nincsen neki, jó mondjuk USA-ról beszélünk, szóval, de hogy így,
Atya úristen. Hát tudjátok, és mennyi pénz. És még így is keveset geci? Fizetnek a gazdagok adóban Amerikában, szóval képzelhető, hogy mennyi lenne még, hogyha normális lenne ott az adózási rendszer. Hát mondjuk azt nem mondanám, hogy a még normális, mondjuk a legnagyobb áfa kulccsal egyébként. De hogy érted? Így nem ott... tudom, mire beszélsz. Itt minden rendben van. Ja, itt tök jó minden. Igen, tehát egyébként igen, tehát hogy 12 éve nagyon jó az ország, és ha bármiféle probléma fennadódik, akkor mindig azt kell mondani, Barna, hogy... Előre, nem hátra. Az, hogy Gyurcsány. És ezzel minden meg van oldva. Természetesen. Most olvastam egy cikket, hogy KSH adatok szerint már 500.000 forint az átlagbér. Hol? Gondolom te is érzed ezt. Buda része amúgy az egész Magyarország, vagy mi van? Srácok, hát, van, ti... Budapest meg a többi. Ti is 500k-t kerestek egy hónapban, nem srácok? Egyébként, milyen jól megy a szekér valakinek a kurva életbe? Magyar, nagyon így vagyok a magyarokra. Bruttóban biztos? Ja, bruttó egyébként az 500 nyilván. Hát de bruttóban netto, sem. Netto meg valami 340 az átlag. Hát de jó, de ez nem medián átlag. Mit tudom én, milyen átlag KSH, szóval... De értem, csak... Köszi szépen a szabot! Jó, mondjuk egyébként annyira pörögnek ma a támogatás, biztos mindenki 500 000 keres amúgy. István, köszi a 11. hónapot, nagyon szépen köszi, ütköztünk újra, mi a helyzet. Köszi a támogatásodat, Robin Hood! Köszi a random subgiftet Kicsi Zsiráfnak, nagyon szépen köszi a támogatásodat, köszi. Kicsi zsiráf. Köszönöm. Hát de érted, tehát hogy azért mondom, hogy nem medián átlag, érted, mert hogy össze van hasonlítva mondjuk az, aki mondjuk keres kemény 100-at, meg van az, aki keres mondjuk 1 millió 3-at. Akkor most két embernek az átlaga egyébként ennek a fele köbben, vagy mi? Érted? Mennyit adsz a feléből? Szóval 500 000 éve nem volt állít. Hát annyi ideje, amennyi pénzt keresel havonta persze. Hát atya úristen. Jó, de igazából ezek az átlagok egyébként pontosak olyan szempontból, hogy mit, csak azt utálom, hogy tudod, amikor olyan cikket adnak meg, hogy ennyit keres egy átlag magyar, mert hogy akkor az átlag fizetési gecile nem ugyanaz a kettő. Úristen, de nem ugyanaz a kettő. Ha tudnák mondjuk, hogy itt Békés megyében mi megy. Egyik legszegényebb megye bazd meg az országba, gondolhatod? Atya úristen. Várjál, mit akartam egyébként ezekkel csinálni? Ja, megvan. Most mentem el innen és erre jövök vissza. Hát akkor mondd vissza a szábját, ebben azok elment innen a chatről. Ha vissza se, de vissza se több, nem amúgy. Semmi ilyesmi. Azt mondja, most mentem. Ez adó is vámhivatal, tegye fel a kezét. Hova? Békés megye? Hát én Békés megyei vagyok, ja. Valahol tör 3 hiányzik szerintem. Ja. Gondolom azért nálatok este nem szerencsés kijárni. Hát elég nyugis egyébként a környék. Mondjuk ha nem mozdulsz ki a lakásba, akkor nagyon nyugodt a lakás. Merre van Békés megye? Hadd ne válaszoljak erre a kérdésre, léci. Google. Térkép. Baszd meg. Mi van? Ez most hogy jön? Ez annyira ki vagyok sokszor. Mitől? Hát ez a... nem tud senki Google-ozni. Jó, de mondjuk az nagyobb paraszt, aki csak annyit válaszol, hogy Google a barátod. Hát mit tudom, ez a... De várjál most, kettő különbség van e között. Most van egy ilyen kérdés, hogy Békés megye hol található, és akkor az a válasz, hogy Google keresd meg, bazd meg. A másik, meg az, hogy mondjuk, mit tudom, hogy megkérdezi valaki, hogy Jeff Bezosé az Amazon? Mit tudom, felteszek egy ilyen kérdést kommentbe. És megválaszolja valaki, hogy keresd rá Google-on, ahelyett, hogy megírja azt, hogy igen. Érted? 4 betű helyett leírsz mondjuk 20-at. Hogy így... Tehát néha azért egyszerűbb ezt megválaszolni szerintem, mint hogy mindig Google-re hivatkozol amúgy. Vagy lehet, hogy én gondolom rosszul. Hát de meg mi azt nem tudjátok, hol van Békés megye? Ez elég alap, nem? Mindig jönnek ezzel az alapműveltséggel, akkor legalább hadd jöjjek már én is ezzel. Az országban van. Az, hogy ne. Hát mondjuk nem annyira. Mondjuk majdnem Románia, de mondjuk igen. Tehát, hogy nem sokon múlik. Vagy mondjuk valami olyasmi, azt hiszem. Fullosak a cuccaink? Azt nem hiszem el. Hány éves a Google? Vagy a leírás? Esetleg még a leírás, arra még lehet hivatkozni. Nagyjából. Jó, de az, hogy mondjuk rólad kérdeznek, az más. De az, hogy megkérdezik, hogy hol van Békés, hát azon.
Vagy ha nem is ez, de bármilyen más kérdés, aminek utána lehetne nézni amúgy. Én imádom néha a kiakadásaidat, tehát akkor random bevágsz egy ilyet, hogy nem fogod be a pofád, hogy valami ilyesmi? De miért csinálsz ilyet, ember? Tehát amúgy, ha nem tudjátok, de egy barnának néha olyan random megnyilvánulásai vannak, Geci, hogy füstöl az agyam. Nagyon durva. Ritkán, de akkor nagyon. Hát nagyon durva. Ja, hát akkor múltkor valaki beszólt arra, hogy nem szabályos a kör az állatkertnél, amikor csináltad a birkakarámot. Az már nem tudom, mi volt, de az nagyon kiégtem, Geci. Az mi volt pontosan? Hát valaki a cseten beszólt, hogy nem szabályos kör az a birkafarom, amit csinált, és akkor erre mondtad, hogy hát nem, valamit elkezdtem magyarázni, hogy benyögtem azt, hogy amúgy te ki a Geci? Ja, tényleg! Tényleg, baszd meg! Akkor baszd meg, kajak! De érted így... Azt hiszem van talán klip is, de akkor is baszd meg. De nem érted, hogy válaszolnám meg, és így, te amúgy ki a Geci vagy? Atyó úristen, ember! Borzasztó. Tudom, Bence, azóta is a toppon, mi hiszem sokkal értelmesebb hajam van most, mint előtte. Nem? Most nem hallom, amit Barna mondott, szóval biztos beszólt. Nem mondtam most sem. Ja jó, kivételesen. Most esküszöm, nincs ilyen hosszú hajam, mint előtte. De mindig beszólogatni. Nem, vagy csak nem tudok róla. Vagy csak tudom, hogy meg. Tudom-e mi Új-Zéland fővárosát? Keresd rá a Google-ön! Getsz. Hát régen ilyen hullámos, én nagyon hosszú hajam volt. Meg mit tudom én, végtelenül zsíros, meg ilyenek. Nem? De lehet én emlékszek vissza rosszul. Most egyre igényesebben nézek ki. Megtaláltam a klippet amúgy. Na, tökéletes. Várjál. Nézem. Belső kör így is szar, nincs semmi logika benne. Milyen belső körbe? És te ki a faszom? Mi? Azt a kurva! Te hogy ki a faszom vagy? Anyám, ez zseni. A barát, te nagyon nagy tapló vagy amúgy néha. Hát de érted. Na, jó, adom ezt a köcsökséget, én imádom. Tehát, hogy bűnös tapló, bocskos ember. Amelyet ezeket tenni, én nem ilyen vagyok. De ez néha azért ki tudok ezt. Ő nem ilyen. Tudnátok, srácok, ha tudnátok. Jó lett az új profilkép. Amúgy tényleg csajszi. Geci jó profilképet, tehát már bocs. Nem olyan homályos, mint hogyha éppen mondjuk mindig azon gondolkozom, most én vagyok beállva, vagy homályos a kép. Hát tök előnyös profilképed lett. Meg ilyenek. Én is akarok ilyen előnyös profilképet. De úgy hallottam, hogy úgy kell egyébként ismerkedni a lányokkal. Mondjuk, Zorcival nem is kérdője. De hogy úgy hallottam, hogy azt kell mindig kérdezni ilyenekről, hogy hogy mit árul el a profilképed? Nagyon szép az a profilkép. Mit mesél el róla? Nem? Nem ilyeneket kell mondani egyébként? Barna, te hogy szoktál csajozni? Semmi válasz. Most ez mi? Mi a horoszkópod? Jaj, ne! Én azt mondom, hogy oroszlán, és azt mondják, hogy akkor nem beszélünk tovább. Az egyik legrosszabb horoszkóp valaha. Aki nagyon hisz ezekbe a fasságokba. Én oroszlán vagyok, és így kurvára hülyen az vagyok, szóval igen. A skorpió anyámmal, szóval gondolhatjátok, milyen volt a gyerekkorom. Fájdalmas! De egyébként jár. Hogy? Ne ilyen mély hangolat, ne ilyen hangolat elő, hanem ilyen vállalkozóival. Ja tényleg, hogy várjál. A kezemnek a tartása a legfontosabb, így. Kedves hölgyem. Ne rosd el! Várjál. Kedves hölgyem, mit árul el a profilképe? Nagyon szimpatikusnak találtam, amikor megláttam a profilképét. Rögvest gondoltam, megírom ezt a levelet, hogy megkérdezzem magától, hogy mégis hogy van maga. Nem, így kell? Ilyen vállalkozóin? Meghívom őt egy kávéra, meg ilyenek. Önnön maga. Technikailag. Nem, most már a vállalkozók most már politikai jelöltek, szóval gondolhatod. Fel kell javítani az utcaimat.
lehozza a TV2 az Illuminati tag vagy, amúgy lennék. Lennék egy ilyen félig geek ember. Hallod, mekkora menő lenne már. Ne már! A világ összes Guardian-ja ott volt, azok is leestek. Mekkora csicskák. Te voltál amúgy? Nem, ez automata rendszer, ilyen 60, tehát egy ilyen időközönként kinyitja izét, mert nagyon sok item ott felgyülemlik, és akkor így leküldi őket a storage-ba. Időközönként bekaphatja egyébként, csak mondom, tehát hogy... Igen. Angela Merkel. Én eléggé hasonlítok rá amúgy, igen. Van köztünk fél évszázad, de egyébként igen. És még nem is hazudtam. Ez nem szabad felülről ráugrani a pókhálóra? De jókor mondod, Zup. Ha meg a halálomon vagyok, akkor meg azt fogom megkapni, nem kellett volna egészségtelen életmódot élnem. Jókor mondod, Getz. Ugye? Hát, Zsedi. Semmi baj. Én megértem. Na. Szóval nem kaptam választ a kérdésre, hogy hogy szoktál csajozni. Természetesen. Gondolom mindenkinek ilyen kellemetlen beszélgetés szokott lenni a családdal ez, hogy no, és amúgy mikor lesz barátunk? Unokák. Amúgy, nekem rohadt nagy szerencsém van, mert én nem szoktam ilyen kérdéseket kapni szerencsére. Rohadt nagy mákom van. Nem járok nagyszülőkhöz, adta az Isten. Egyébként. Ilyen telesoppos? Kettő az egyben? Unokát, hogy megölelgessem őket? Hát akkor fogadja örökbe egyet. Hagyjanak már bádat kérdésükkel. Tőlem nem kérdeznek ilyet. A munkád van-e már? Ja, hát ezt mindig megkérdezik persze. Mit tudom, anyám mondja mindig, amikor mondom, hogy volt valami cink a héten, mit tudom én, hogy mondom, hogy jaj, de nehéz a munka, mondom, mondja anyám, hogy hallod, hallgass már el. Én meg így mondom, ahogy tök jó, tehát hogy zsenő. Jó, ez egyszer fordult elő, de ilyen poénból jött fel. Tudod, nem fizikai munka egyelő, nem munkaszitu. Ja, igen, ez így van. Ezek nagyon jók. Ha nem szeret lapátolsz napi 16 órát, akkor az nem is dolgozol. A kurva életben. Két darab ötös szakmaiból? Ennyi! Így is kell. Mikor már 20 évesen is azt kérdezik, hogy mikor házasodsz, lesz gyereked és költözöl külön, te még otthon foshatsz és egyedülálló vagy. Jó, de már teljesen más időket élünk. Tehát olyan gyorsan halad a világ amúgy, meg így az ismerkedés, meg azért így, érted? Tehát így az internet világával nekem nem mondja senki, hogy nem akarja az ember még jobban a tökéleteset megtalálni, és emiatt inkább kevésbé hűséges, mint mondjuk régebben, amikor volt egy szerelme, és inkább így nem hagyta el, mert tudta, hogy mondjuk nem tudja, hogy majd hogy kell legközelebb mondjuk valakivel ismerkedni, vagy a faszom tudja. Tehát itt nem voltak ilyen nagy hűségek, most nincsenek olyan nagy hűségek, mint annó általánosságban. Hűségidő. Akkor Telenorral fogok házasodni. Életem végéig. A kurva életbe. Vagy most már Jettellel, bocsánat. Hát már nevet is változtatott. Személyiség. Hihetetlen. Na ez. Én megkaptam a kérdést, mondtam, fogjátok be. Aztán egy idő után nem kérdezgették. Nekem az volt a kedvenc, amikor elmentünk izé, ilyen karácsonyi bátyámékhoz karácsonykor. Karácsony második nap, és megkérdezték, hogy na és hogy vagy együtt a pároddal? Vagy 26-án mentünk. És megkérdezték tőlem, na és hogy vagytok a pároddal, jó vagytok, meg minden jó, azt mondtam, hogy igen, úgyhogy akkor tegnap szakítottunk. Mondom, ja, amúgy tök jó mindent, tudod, én is próbálom beadni, hogy ja, tök király, minden tök fasza. Mondja, miért nem jött? Mondom, ja, hát nem ért rá, érted, ilyenek, meg hasonlók. Mondom, zsenő. Ja, de hát így tökéletes volt, mondom, hát mondom, én elkerülöm ezt a témát, hogyha lehetséges. Nem muszáj, akkor elkerülöm. Igazából. Hozzám nekem is kaját, amúgy létszik, valami jót. De ja, tőlem ezt szerencsére nem kérdezik egyébként az ilyeneket, szóval ennek örülök. Ezzel elkerüljük a rohadt kellemetlen beszélgetéseket igazából. Meg én már csak azért nem akarnék egyébként idő kapcsolatot, mert ez az ilyen erőltetett családlátogatásnak annyira nem látom értelmét, hogy jaj, akkor most bemutatnak a szüleimnek, bemutatnak anyukámnak, aki biztos utálni fog, apukám meg mindig ott lesz előtted sötétbe egy késsel. Tehát, hogy milyen jó hangzik, nem?
Minden oké, Norbi. Bocs, flashback! Flashback, bocs! What the fuck? Ezek mindig ilyenek. Ezek mindig ilyenek emberek, tudjátok. Egy év után is volt olyan, aki megkérdezte, ezt pedig már jeleztem párszor, hogy már nincs szóban semmi kapcsolat. De figyelj, ez olyan, amikor nem tudsz más témát felhozni. Osz csajokkal, Mizu! Érted. Azokat a csávókat nem értem, hogy elküldik a faszukat a csajnak, mit várnak tőle, jönnek, vagy ha összejönnek, akkor mit mond a gyerekének, akkor kérdezik, hogy jöttek össze. Hát, hogy elküldtem anyádnak a faszom. Persze. Azt mondja, a gyerek megmondja az anyukába, hogy így ismerkedtek össze a szüleim, PDF. Azt megmutatja a képet amúgy izé. Vagy ilyen, nem PDF, mi az? PowerPointos prezentáció, vagy milyen képpel, nem tudom, mi az a szó, amit kerestem, igen. Figma mail moment. Oh shit, ez like a dumb fuck moment. Milyen képpel imponált apukám anyukámnak, és így odarakja a méteres történést, hát nyilván. Méteres? Az sok, ugye? Azt rengettek. What? Jó, mondjuk kurvára láttam egy olyan TikTok videót, egy csaj Twitch streamerről, küldtek neki Donóba egy üzenetet, hogyha elvileg amúgy izé, a bimbódra csapsz, akkor kurvára fáj. És azt mondta, hogy mindjárt jön, lehetett hallani, hogy bimbón csapja magát, és azt mondja, hogy és azt mondta, hogy hát ez tényleg fájt. Hogy így kérdőjel, mondom, az jött a kérdés kommentben, hogy ezt miért nem streambe csinálta. Hát mondom. Vajon miért? How to get bitches. Hát nyilván. Azt megy a rajosan, meg a K-Kevin számok, hát nyilván. Megcsináltam a pénzemet, 20 évesen megcsináltam, és nekem így jó. Vagy valami ilyesmi. Szia Marker, szia Mezi. Ez a farm számít most a legjobbnak? Nem, csak... Nem, mert ez van egyedül szóval. Persze, hogy ez a legjobb. Ezen a szeród, igen. Technikailag. Jó, amúgy én se értem ezeket a faszküldőseket egyébként, hát nem tudom. Én néha így a lakásban egyedül nem merek mesztelenül járkálni, bazd meg, nem, hogy még másnak elküldjem a pöcsömet. Tehát, hogy... Amúgy én se értem, biztos, egyébként szerintem biztos fel volt egyszer írva ez ilyen történelemben, vagy én nem tudom, hogy valaki ezzel tudott imponálni valakinek, azt mostantól így próbálkoznak, vagy én nem tudom. Milu, az elég csúnya, amikor anyád rósztol. Fogyász a csajokkal, mondom viccből, hogy úgy tapadnak rám erre, hogy megszűnöm, hogy a hal gép mögött. Te mondtad volna neki, hogy igen, azt akkor mi bajod van? A gépben. Mi, irigy vagy? Tán irigy vagy anyukám, vagy mi? VR chat. Oh shit. Dickpikes dolgot is elég durva. Norbi, feljutsz. Ja, megoldom. Meg lesz az. Már. Hajrá. Csúszik! Jó, de rajta vicces nézd ezt a szerencsétlenkedés, bassz. Azt a rád. Jézusom. Nem! Koncentrálok! Wow. De jó, ezt már megjátszott volt. De amúgy gyerek nem tudtam ide feljutni a kurva életbe. Szia Petya, üdv mindenkinek, sziasztok emberek. Hogy vagytok srácok? Hogy ül a kanapén, mesél a gyerekének, hogy szedte össze az asszonyt, az benyögő, hogy elküldtem a faszom, hallót. Totál oda volt érte. És így az 5 éves kisfiad Bártonka csak így nagy szemekkel néz rád, hogy mit küldtél el neki? A pisilődet? Kértőjel? Az miért érdekelte anyut? Atya úristen. Amúgy Norbi, nem tudom, hogy mennyire vagy destruktív hangulatodban. Ezt magyarul kérlek. De hogy a spawnon van egy érdekes műalkotás, amit lehet, hogy le kéne rombolni. Tényleg, bazd meg! De nem mondta senki, hogy idegesíti amúgy. Pedig amúgy elég gani. De várja, megnézem, hogy kell-e még valamit csinálnom. Ment így enchantol estéren. Respirationt ráraktam. Ja, amúgy igen, mondtam a stream elején, hogy de megkérdezem ugye még egyszer, mert lehet, hogy többen, valószínűleg többen vagyunk amúgy. Azóta. Annyira rontja az összhatás sokszor amúgy. De fenn volt dió. Vágod, semmit nem reagált rá. Hát akkor... De nem is javított bele, fenn volt dió, azt mi a faszomat csinált egyébként? De nem, nem, inkább mást kérdezem, inkább másik kérdezem, Zup. Idegesít ideket ez a nagy szar? Tehát, érted, van egy összképünk. Van egy összképünk amúgy. Most mi van?
Egy kérdés. De. Ez a nagy szar. Hát de mi a fasz ez? Azt mondta Dió, hogy akar egy jó dolgot ide építeni. És érted, ide van hányva. Ért olyan, mintha minőségi lenne a Twitch, én meg így megjelennék a platformon, hogy szevasztok, bazd meg. És így én vagyok az ott a Twitch platformon, vagy én nem tudom. Ugye van egy nagyon szép összképünk, az beleront itt egy ilyen fossal. Én leszeretném bontani egyébként. De nem ráér ez amúgy? Vagy nem fogsz szerinted vele valamit csinálni? Hát, eddig se csináltam. De hogy most fenn volt, akartam egy lehetőséget adni neki. De ez körülbelül 2 hónap itt áll. Úgy, így, ahogy itt van. Ez már nem fog tovább épülni. Akkor ez olyan, mint a... Nem tudom, a Blaha már fel lett építve Pesten? Vagy javítva, vagy renoválva? Szerintem így csinálják elvileg. Ha ez olyan, mint a Blaha. Jó ideig még el lesz. De ennek semmi fizikai alapját nem látom amúgy. Tehát, nem is lehet feljutni. A gyroszosok is kapnak majd abból a felújításból. Fúj. Az a Blahának az egyetlen trétje, hogy ott van gyrosz. De ki tudja, milyen lehet a hús. Az is az igazi. Na, ha az a Blahán lenne, aznak örülnék. Hát annak én. Azt mondták elvileg, hogy rohadt messze van az Aziz gyrozozó. Hát lent van a reptérnél gyakorlatilag, és hát azzal egy vonalba. Figyelj, vagy az lesz, hogy leromboljuk, és nem csak rám fogják fogni, hogyha lebontom Diónak ezt a szarját, és te bűnbakom leszel, vagy bűnbakom leszel, vagy mondjuk nem vállod ezt a felelősséget, és megpróbálom egyedül lebontani. Ez hivatalosan mi szeretne lenni? Hát nevezzük baszásnak. Hát amúgy meg. Szerintem egyébként egy közösülés így néz ki. Nem tudom. Eléggé hasonlít mondjuk egy... Viszont miért még belekezdünk egy pillanat? Jó van. Menjek utánad? Nem, maradj csak. Na jó van, akkor. Ja, jövök. Akkor megvárlak. Nem fogom. Addig kezd el. Nem látok a könyvtől. Azt mondod? Akkor ne sírjál. LOL. Depres emberek, csak mondd ezt a csár. Ne légy szomorú, de. Ő meg mondja, hogy oké. Oké, innentől nem vagyok szomorú. És működött, úristen. Ezer öt lesz. Természetesen. Sziasztok, emberek. Szia, FNAF. Üdv mindenkinek. Csak gyorsan benéztem. Hát, jó gyors voltál. Szia, hello. Üdv mindenkinek, sziasztok. El se hiszem, hazaértem. Sziasztok, emberek. Remélem, mindenki nagyon jól van. Puszi nektek. Na. Addig kezdve. Na hát, ha most elmondja Norbi, hogy mi megy abba a kurva tévébe? Ahogy már elmondtam, csak kurvára nem voltál itt. Új-Zéland megy egészen pontosan. De hogyha le akarjuk magyarra fordítani, akkor ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ott a háttérben. Ott vannak a nevezetességek, ami ott van, nem tudom mi van ott, de biztos, hogy élnek ott emberek. És ott a domborzata, ott a tájképe, ott a madarak, a növények, az ott Új-Zéland egészen pontosan. Ja. Békés Csaba, nem! Nem. Édes otthon Alabama. Nem tudom, mi volt ez a videó, de ha gondolom T.O.-t érdemelt, akkor lehet, hogy megvolt az oka. Innentől happy vagy? Innentől én is csodásan érzem magam egyébként. Videókártyák árdiagramja? Amúgy legyen már olcsóbb. Jó, bár mondjuk nekem nem videókártyát kéne szerválni, hanem bármi mást. Tehát, hogy nekem kéne majd egy jobb procit venni egyszer, esetleg, mert hogy így, hogy MC-zek érted sok értelme, nincsen mondjuk egy videókártyának. De most mondjuk több RAM, meg proci, mondjuk tök jó lenne mondjuk a vágáshoz, vagy bármi ilyesmihez. Tehát, hogy az egész nagyot menne. Jó, mondjuk Dávidnak azóta nem írtam a RAM-mal kapcsolatba, szóval. Igen. Lol. Természetesen úr a kajtassza. Ja, én szeretem bemutatni, hogy mik mennek a háttérbe. Ja, a videó csak nem elérhető. Ja? Akkor nem tudom. Akkor csak át akart verni. Vagy nem tudom. De engem idegesít ez az épület, szóval Barnával együtt szépen közösen lebontjuk. A kezdés el addig. Jó, csak kell még valamit csinálni, vagy valami még felbaszít a közelbe. Kajám, az van. Igen, egy óra múlva már semmi nem marad a szerverből, egy kurva void az egész. Amúgy Gidájék azok építettek valamit azóta? Mert hogy oké, letettem én a postaládát 2 hónappal ezelőtt, és mindenki baszott rá reagálni. De hogy ja, meg mit keres egy fának a tetején egy barkácsasztal?
Ez ilyen művészeti forma, vagy mi? Mennyire adom a gépem? Hát alkatrészeket nagyon szívesen eladnám abban az esetben, hogyha már megvenném az újabb dolgokat. Csak az baj, elvileg, ha procit kell cserélnem, akkor azzal együtt már alaplapot is kéne cserélnem. Azt hiszem. Mármint, hogy ezt mondogatta mindig a tesz, szóval nem tudom. Mennyit adsz a feléből? Meg ezek nem érnek sokat úgy, hogy már két éve használom az alkatrészeket egyébként. Mennyire amúgy van most? 16. 16. A szerúgépbe is, meg ebbe a gépbe is. Nagyon szép legalább a háttér. Én szeretem ezt a háttéret egyébként. Alapvetően. Szóval, ja. Küldtél képet privátba? Fúj! Ember, ezt nem akartam látni! Na mindegy. Ne zaklassatok Discordon, kösz. Miért küldenek el undorító képeket? Ó, bár mondjuk Birdie egyszer küldött egy szép képet valamikor, mondjuk nem magáról. Ezt nem úgy mondtam! Ezt nem úgy mondtam! Ezt itt Discordon küldte, vagy ezt azóta már törölte? Nem emlékszem. Vagy ezt hol küldted? Na mindegy, nem emlékszem. Mindegy. De nem úgy! Milyen processzorom van? Hát Ryzen 7 2007-en van, mint proci egyébként. 32 kéne, tudom, meg Dávid ajánlott fel amúgy ramokat. Csak azóta nem írtam meg neki, hogy hova küldje. Bár mondjuk Dávidtól nem merek elkérni semmit, amennyit támogat egyébként, érted? Ezt még mellette még elvárom, hogy a ramot odaadná, vagy valami, érted? Ez így mennyire lenne már ilyen... Ugye? Hát azt nem tudom, milyenre váltnék, de azt nem csak annyi, hogy majd egyszer váltanék jobbra, mert az MC-nek kell sajnos jobb proci, meg több RAM. Mert 12-es látótávon vagyok, csak normálisan hajlandó játszani ezt a játékot sajnos. De hogy igen. Ja, hogy a hésztet rakod le! Na jó, van akkor. Akkor én bontogatom. Mármint, hogy gondolom a hésztet rakod le, hogyha beacon csinálsz, nem? Ja, igen. Nem, emerald keresztet. Megidézzük a kis Jézust. Jaj. Én fényképeztem tájképet, gondolod, elküldöm őket? Hát, elfogadom, persze. Csak ne NFT-be küld. Nem egyszerű föntről le? Hallod? Tök mindegy, csak szét akarom bontani ezt a szart. Hogy ne nézzen ki szarul. Tehát, hogyha már belerontok, is szebben néz neki. Hát, maradnék Ryzennél, tehát minek annál jobb most jelenleg, érted? Mert nekem tök mindegy, fölülöm, akár nagyanyám is készíteti a processzort árba, hogyha olcsóbb és jobb. Mindegy, majd úgyis rákérzek, meg érted, tehát nem akarok mindig költekezni kurva sokat, tehát ez tök érthető szerintem. De hogy így ennyi igazából. Ne áruld el neki! De most mi? Semmit nem csinálok rosszul. Na szóval. És működik a beacon. Úristen. Akkor ezt gyorsan fogom tudni durni? Igen. Követ mindenki. Hát a fát is a fát nagyjából is egy ilyen félszekkel. Ja, miért rakott alá fát? Dió, miért vagy ilyen hülye? Na mindegy. Na. De most ebből valami nagyon szépet akart csinálni, csak aztán túl szépre csinálta. Nem ez vagyok hozzászokva. Hát biztos, hogy nem. Na jó, nem. Miért viszket az orrom? Barna, tedd már el innen a kábítószereidet, kösz. Bocsán. Semmi baj. Valahogy túl kell élni ezeket a napokat. Velem? Ja, mondjuk igen. Ez jogos. Miért szedem szét ezt az épületet? Mert kurva ronda azért. Mert ronda! És nem csinálja a dió. Vagyis nem lenne rossz, csak nem ide. Nem lenne rossz, csak... Hát nem ebbe az univerzumba. Mondjuk, ami nem szép épület, abból még lehet stadion, tehát ezt tudjuk nagyon jól. Ez jogos. Nem lenne rossz? Hát be lenne fejezve, persze.
Mászeróni. Ja, ja igen. Ez ilyen gyorsan ne szedd a dolgokat. Ez is kíván. Uksa. Amúgy, Barna, te miket szoktál kajálni általában? Norbi, nem asszom és nem eszem. Ja, gesz a fényevű vagy kajak. Nem, de kajak, no joke. Tehát miket szoktál? Hát, kaját. Amely egyébként, no joke, tényleg nem nagyon eszek egyébként. Mert hogy így nem sokat. Például nem szoktam reggelizni amúgy. Ó, oh, nekem is ez a legnagyobb problémám. Nálam reggebéd szokott lenni. Hát, mit tudom én. Regébb vacs. Így három egyben. Hát amúgy így specifikusan nincs ilyen kaja, hogy most akkor mit, csak ezt, szóval hogy így... Hát éppen ami van. De mi az a kaja, amit nem szeretsz? Tegyük fel. Most kiderül, hogy mennyire vagy finnyás. Pesti vagy, szóval biztos, hogy finnyás vagy valamivel. Hát amúgy én relatíve azért majdnem, hogy mindent megeszek. Amit még nem nagyon szeretek, az ilyen babérleveles kaják. Hát valamilyen a babérlevél ízét, ezt nem nagyon szeretem. Hát a... Tehát mint amilyen krumpli főzelék, vagy azokat annyira nem. Barna, de a babérlevelet nem kell megenni. Nem, hanem a maga az íz, amit megy, ja. Belerakják a kajába, és az egész kaja ilyen babérlevél ízű lesz, ugye? Azt hittem, hogy nagy barátcsalad a babérlevelet, mondom, azt nem kell. Igen, igen, Bartos vagyok, bazdmeg. Alapvetően. Szóval, jó, hát így értem. Nem, csak kíváncsi voltam, mert hogy így, na. Nem sok mindent tudok a táplálkozási szokásaidról. The most important things. Hát de nem. De most miért építesz pluszba? Ja. De valahogy folytatni kéne a dolgot. Jó, hát én meg azt fogom csinálni, hogy alulról itt az ilyen fölösleges blokkokat szétkapom. Leütöm alulad a dolgokat. Ezt kezdheted előről. Nem hagy, ha gyorsabb vagyok. Fast as fuck, boy. Nem mindig jó, ha gyors vagy egyébként. Mikor már megy le, mikor már megy le a nap? What? Ja, hogy napfényt! Ja. Ja, hát mi ilyen éjszakai élő emberek vagyunk egyébként. Én nappal nem sokszor látok egyébként. Legalábbis a magam nevében beszélve. Napfényt is csak monitoron keresztül látok. De amúgy szép a grafikája a való világnak egyébként, elég komoly, nem? Ja, egyébként elég a videókártyája van a rendszerünknek. De hogy a faszba bírja egyébként lag nélkül? Bár amikor én néha új helyen járkálok, akkor néha belaggolok, aztán rájövök, hogy csak azt a chunkot nem fedeztem fel. Elég para amúgy. Megyek a vonaton, érted, azt laggol, mondom, mi a fasz? Aztán kiderül, hogy még nem fedeztem fel. Imagine, ez tényleg egy valós beszélgetés lenne. Ne, ezt mindig felszoktam hozni ismerősöknek, hogyha megyek valahova. Mondok ilyen fassagokat, azt mondom, kár, hogy nem jöttem el itt rával, meg nincs totam a kezembe. Szóval agyon vernélek legszívesebben. Meg amikor ilyen kúra szép nap lementve, és akkor mondom, hogy a kúra ez a sétor amúgy. Most komplett valaminek az alján vagyok. Elfogadod a barát, kérem, a Discordra nem engedi elküldeni? De miért szeretnéd, hogy elfogadjam? Mármint érted? Who the fuck are you? De nem azért, csak kíváncsi. De nem, csak rengetegen szoktak jelölni Discordon, és sose értem, hogy miért. És általában ezeket nem szoktam elfogadni. Csoda problémáid van. Képet akartál küldeni? Ja, mert akkor valószínűleg nem vagy fent a szerveren. Oh shit. Na hát ezért tart itt az ország, ahol? Ahogy igen. Emiatt van még mindig Gyurcsány, nem amúgy. Nem, tudsz üzenetet küldeni, akkor is fennmúgy a szerveren. Bocsánat, elfelejtettem, hogy te akartál volna képet küldeni. Nem tudom, milyen engine-en fut a világ, de rendes szagot érzek, tök komoly. Amúgy nagyon durva, ilyen 4D-s, meg ilyenek. Meg anyukám azt mondja, hogy ne álljak szóba idegenekkel. Ezért streamelek olyan embereknek, akiket nem ismerek. De amúgy igen. De érted, ennek a szarnak nincs is vége, amit Dio épített. Tehát komplett leestem. No time to die. Hát amúgy elejszín. Soha véget nem érős. Nem tudom, még mindig több értelmét látom annak a művésznek, aki a segg lyukából lövi ki a patronokat és úgy csinál festményeket. Nem tudom, hogy mai napig is csinálja ezeket, de szeretnék tőle venni majd egyet. Jó büdöset persze. De van ilyen művész, vágod? Eskü. És azt mondják erre, hogy művészet. Szerintem meg csak egy fogyatékos ember, akinek van elég pénze, hogy ilyeneket csináljon. De hát nem mindenki érteti meg a művészetet.
Elitrázzak fel. Áááá! Jó volt! Karim! Az tökéletes volt. De hol vagy? Leestem! Leestem, mert mondom, hogy dió, amit alul épített, annak nem volt vége, és azért le kellett, hogy essek. Aha. Ugye, ugye? De esetleg ezt a fagerenda cuccot is le kéne majd szedni. Múltkor elmentem Kínába, és átmentünk határon, egyszer csak elment a kép, és visszaspawnoltam a spawn pointra. Nagyon durva lehetett. Deep. Várjál, te csináld azt az oldalt, én ezt. Akkor egy retket! Fú. Innentől a szülői engedély nélkül nem fogom engedni, hogy dió akármit is építsen. Borzasztó. Vagy építünk helyett majd egy szebbet. F. Töröp, töröp. Ez egy végtelen spirál? Az biztos? De végtelen, de végtelen. Igazából csak azért akartam rátérni erre a kaja témára, Barna, mert szerettem volna valami kaja ötletet tőled kiszedni, de hát akkor mindegy. Akkor leszek én is fényt vacsorára. Babérlevél nélkül, persze. Jó, ne! Le fogok esni! Jó, várjál. Hol van? Remélem csak... Aj, de aludnom kéne. Várja, itt van, gyere föl ide, itt van egy nálam. Csak gyere föl. Szaladok. Tökéletes. A barna ágy! Ki gondolta volna? Ki gondolta volna, hogy... Hát na, fontos a branding. Ja, jog. Jó, nekem mondjuk Benipovás ágynemű húzatom van, szóval ezt nem akartam megmutatni. Na ez. Na ugye? A pollás párnával, szóval. Meg a Doggy Andis body pillow. Oh shit, oh! Bázzeg. Erre ráment a kapcsolatom, gondolhatod. Elég cink volt amúgy. Be kellett vallanom, hogy a Doggy Andis plüst nagyon szeretem. Szóval nem maradhatod tovább. Ez az egész. Mi a manó? Mi a manó? Doggy Andis pillow. Szeretem, nagyon szeretem. Na, imádom, szeretem, nagyon fincsa mincsa. Úristen, de veszélyesen ugrálgatok. Erre tudod, mi jut eszembe? Azok a videók, akik vannak, van egy pár ember, és tehát eddig tök jó, és felmennek ilyen felhőkarcolók tetejére kibiztosítás nélkül. Úristen, ez nem para. Fú, nagyon felbasznak, a japán torony tetejére érte, több ezer magasan így izé átugrálnak egyik oldalról a másikra, meg ilyenek. Olyan adrenalin túltengésük van amúgy, hogy ők azt is leszarnák, ha lezvonnának. Meg rendszerint oroszok, vajon miért? Én nem értem miért egyébként, tehát hogy jön ez az oroszoknak amúgy, ez hihetetlen. Rominak lefőtt a kávé. Hát és azt írta, hogy kutya. Majd odaírta utána, hogy kutya dorci, de hogy igen. Nincs azoknak halálfélelmük? Hát hogyha lenne, akkor nem ezt csinálnák. Érted? Majd gondolom én. Amúgy nekünk is halálfélelmük, nézd le. Oh shit! Hallod, de úgy képzeld, hogy IRL bazd meg... Ez a problémát. IRL csinálják ezt, és nézi, átugrik amúgy a másikhoz, és mögötted vagyok, meg ilyenek vissza. Igen, igen, igen. És nincsen könnyű esés négy amúgy a cipőjükön, bazd meg. De mondjuk ott lehet, hogy nem számítana alapvetően. Meg hát ők ugye hardcore-ba nyomják, szóval. Ja, mondjuk jog. Nagyon durva. Ott már csak spektételni tudnánk. Miért van itt még kő? Tió! Ja, itt még bőven van, csak eddig jutottam jó, az első körben. Bazd meg, azt hiszem már most van vége. Nem, mert ezek a kúra sok hátra. És itt a beaconod amúgy lófaszt nem ér. Azért raktad fel 10 percig. Várj, mindjárt vissza idehozom. Nem kell! Tehát már csak megoldjuk. Hát ne vár. Amúgy meg igen. Én nem akarok oldalt kijutni semmit. Ez te voltál! Ez nem is én voltam, haló! Az nem is én voltam! Tudom. Amúgy... Én meg akartanak szopatni és kiütötted! Kérdő... A suicid mindenit. A faszom. Hallod? Amúgy meg... A négy szívem ment le, amúgy még így is. Rosszabbra számítottam. Atyó, ez mi akart lenni fénykorában, amit most bontunk? Fokalmunk nincs. Azért akarjuk szétbontani. Szerintem dió se tudja. Diótól akarják megkérdezni, hogy ez micsoda, szerintem nem tudná rá a választ. Hogy fogsz feljönni, Barna, vagy ezt rám hagyod? Ja, felillitrázok, ja mi? Hajrá, kíváncsi vagyok, hogy csinálod meg. Gyors, elugrok az endbe. Addig szerintem én már meg vagyok. Kokain labor, de dió, akkor legalább láttunk volna benne kokaint.
Nem baj, majd építünk valami szépet dió együtt, mit szólsz hozzá? Megépítjük majd ugyanezt, csak kevésbé ilyen kurva szarul. Én mondjuk én sem tudok építeni, szóval lehet, hogy ennél még rondább lesz. Te se tudsz építeni? Mostában próbálkozom, na! Kínai nagyfal, de hát az nem megy fel a Marsig. Amúgy vissza lett, én visszaépítettem a rohadt nagyfádat, csak valaki lebontotta. Amúgy Alex azt lebontotta? Én is elkezdtem azt építeni. Hát amikor ugye vége volt a karácsonyi szezonnak, én akkor igen, visszaépítettem amúgy teljes egészében, és akkor mire visszajöttem, már valaki újra lelom. Szerintem azt Alex bontotta le egyébként, én úgy tudom, nem akarok hülyeséget mondani. Mert ugye neki ott volt közel a háza, vagy nem tudom milyen, és mellé ugye épített egy másikat a rengeteg csirkével. Hát jó, de az érted, nevezetesség volt. Amúgy tényleg, az volt a legmagasabb pont. Amúgy úszok fölfele. Hajrá. Nyomod, meg tudod csinálni, te vagy a kedvenc videósom. Hát ott a kis izé, mert ott fent, egészen ment felfele. Hát a azt hiszem, az, majdnem az építési magasság felmentek a fák. Ugye a karácsonyfa miatt bontottuk szét, ugye, hogy azért legyen már egy szebb tetőpontunk, és ne ez a kibaszott förmedvény. De utána meg én személy szerint visszaépítettem, csak aztán valaki lerombolta. Jelentsük fel. Átküldted privátba? Köszönöm szépen, meg fogom nézni. És most a nagy koncentrációkban vagyok, hogy ne zuhanjak le. Amúgy itt vagyok. Több óra munkám egy creeper által. Hát elitra volt rajta? Cső. Feljöttél az utcsó 3 másodpercre. Jó, mondjuk nem, mert itt még van egy nagy torony, amit le kell anyád, mekkora ez a torony. Very big. Jó. Ezt most fentről bontjuk? Aha. Na jó, van, bontjuk hát, fentről. Vagy alulról, hát ha nagyobb kívást akarsz. Jó, azért ennyire nem akarom magamat szivatni. És így az a baj, tudom, most elképzelem Imagine, hogy ezt Dio megépítette, és így nézi a streamet, miközben mi bontjuk, és így... Oh shit. He is bad, man. Nem baj, építünk majd szebben Dio, mit szólsz hozzá? Amúgy így van, ne sír Dio! Nem volt kész. Hát... De amúgy ez hány hónapja lett elkezdve? Most se lesz, Yami? Nem, építünk majd valami szebbet. Eskü építünk valami szebbet. Szavamat adom. Legalább lesz SMP contentem, bókcsem. Na. Olyan szépen szinkronba dolgozunk, Barna. Olyan, mintha fizikai munkát végeznénk. Legalább büszkék lesznek ránk. Legalább a Minecraft-ba. Legalább a Minecraft-ba dolgozunk. Amúgy. Jöhetne egy ilyen plugin, amúgy, hogy mennyi kalóriát éget a karakterem. Legalább látnék ilyen számokat a gyakorlatban. Hát van az UHC, tehát a kúra sok mod összerakva. Igen. Abba tuti van valamilyen. Micsoda? Te se tudod megmondani, hogy mi volt ez? Hát mit tudom én, mi volt ez? Hát na hát ez az. Hát, ja, a tornyokat akartam a sarkokra és köztük hidat körbe veszik, csak szarul csináltam meg a hidat. Na hát... Állami pénzből volt, legalább az a lényeg. Hát és most az állam visszaveszi a dolgot. Oh boy. Micsoda, várjál. Creeper felrobbantotta a Sharker boxon. Ja, hogy az! Azt hittem, hogy közben meg is haltál, mert ugye azt mesélted a stream elején. Igen. Egyre csóró nem vagyok? Hát, azt nem is mondtam. Én ilyet nem mondtam. Egyébként meg. De itt miért áll ki oldalt ilyen hülyeség? Nem értem ezt. Ja, mert itt ilyen... Gondolom az ablakoknál voltak tudod ilyen kis kiegészítések, aztán lehet azok még ott maradnak menet közben. Ne erről könyv, Barna, nem tudjuk, tényleg, fogalmunk nincs. Nem fogjuk kitalálni. Na. Lemaradtam valamiről a cseten? Ja, meg itt hibáztasz dióba aznak, hogy nem építettem vissza a fádat. Hát kösz, azt rám fogod, úgyhogy nem is tudod. Hát ez mi? Ez mi, ha nem szemétség egyébként? Szia, Raymond! Hello, szia, puszi, meg ilyenek. Jó, ez gyorsabb volt, mint gondoltam amúgy. Well, yes.
Mindenben te vagy a hibás. Hé, vér! Mindig ezt kapom meg. Te vagy a főni. Te hogy vagyok? A gonosz ikertestvérem csinált mindent. Hagyne. És így lenne egy rohadt nagy ilyen, nem tudom, ilyen plot, hogy amúgy valójában nekem tényleg van egy ikertestvérem, és ti erről nem tudtok. És amikor jó kontenteket csináltam, akkor valójában egyébként nem is én ültem itt. Ez mi volt? Lel. Ja. Ja, jég. Alul nincs valami izéje? Károly volt? Károly már felakasztotta magát, de erről tudtok ti is. Egyébként. Jó. Itt miért van még kő? Nem értem. Nem gondolom, hogy a hegy oldalba csinálta azt, hogy látszódjon. Hát de... Yes. De ennek mi a logikája? Nem tudom. Tehát kőtégla benne. Mi van? Jó, most nem zuhantál akkor, most nem zuhantál akkor. Annyira nem. Meg vagyok. Hallod, Barna? Van itt még valami fa? Ah, Isten, még mindig folytatódik. Jó, hogy nem merek, baszd, lehet, hogy egy kurva nagy mélység lesz, várjál már. Tegyük már körbe amúgy. Meddig tart ez még? Nem tudod, mi a fasz keres itt egy fa, haló? Na mindegy. Soha nem lesz vége ennek a toronynak. Ezt leépítette ezért a minusz 64-ig. De mi? Várjál, mert ezt folytatódik. What? Barna, te ezt látod, hogy ez mi? Haló? Mi a szar? Ez itt mi? Dió, te mit raktál ide? Kérdőjel? Várja már. Van itt egy könyv. Ezt én szépen felfogom akkor olva. Mi ez? Ez van egy 16 oldal. Ez mi a szar? Ezt mondjad, nem jó, hát benne. akkor olvassunk. Én nem tudom olvasni. Jó, nem tudsz olvasni? Ez mi a fasz? Szóval, 2020, 09 az hanyadik hónap? Szeptember? Várjál, júliusban. Szeptember 5-e. A kísérletek sikeresnek bizonyultak, hosszú évtizedek óta keressük a megoldást. Most úgy tűnik sikerült, de milyen áron? The fuck? Minden 6-a, a kapitány mihamarabbi eredményeket vár el tőlünk, tudjuk jól, hogy ez csak emberkísérletek árán fog sikerülni, így hozzákezdünk. Dió, te skizó vagy? Mi a szar ez? 8-a, megtaláltuk a megfelelő alanyt, elméje bomlott, megtaláltuk a megfelelő alanyt, elméje bomlott, fogalma sincs arról, mi történik vele. Tökéletes, bezárjuk a sötét szobába, miután megitatjuk vele a bájitalt. Akkor ezért nem de várjál, volt... Dió az miért írna többes számba? Mert egy kibaszott skizofrén azért. De nem az. Miért fizet cég a fél órás romlásért? Fesse jár a szerveren, Orbi. Köszi, hessi a főleg 2020 szeptember 5-én. De biztos lesz ennek amúgy történés. Hát miért lenne 2020? Nem mondjuk nem 2020-at írunk egyébként. 21-et. Várjál, és belekavarodok a faszom. Na szóval. Szóval elmélye a bomlott fogalmas, mi történik vele? Tökéletes bezerük sötét szobában, miután megitatjuk vele a bájitalt, és várunk. De mire? Borzalmas hangok jönnek bentről. A korábbi ember mi volt, a megszűnni látszik, és már nem mozdul a sarokból. Ez még számomra is ijesztő, pedig sok mindent láttam már. Ha minden jól megy, holnapra megvan az eredmény. A hangok megszűntek, és az alany emberi mi volta is megszűnt teljesen. Elértük a célunkat. Jó van, faszom! És elértük a célunkat, és elkészítettük az első totemet. What? A kapitány elégedett az eredménnyel. Bementünk a szobába, és ott volt a totem. De ez miért van nagybetűvel írva? A kapitány felszólította a teljes állományt a varázsital összetevőinek gyűjtésére. Ezt heteket is igénybe vehet. 1000 totem elkészítéséhez elegendő varázsitalunk van. Körbe zártuk a falut, és folyamatosan gyűjtjük be a fiatalokat. Mi? Oh shit. Kik vannak még itt? Mi a fasz? Már december 10-e. 2 hónapba telt, de van 1000 totemünk. Minden erőt pincében helyeztünk el sötét szobákat. Elviselhetetlen ez a sok sikoly, nem tudom, meddig bírom még. Minden járőrcsapat totemekkel járja a világot, a kapitány telhetetlen sorozatgyártást követel. Meddig mehet ez így? Mi, várja már? Ugrottunk a dátumba. Ja, hogy ott 2 hónap telt el, ott már február, ott meg már június. Mi a szar? Minden járőrcsapat totemekkel járja a világot. A kapitány telhetetlen sorozatgyártás követel, meddig mehet ez így? Újabb 17 falusit foglaltunk el. Ja, falut, bocsánat. Újabb 17 falut foglaltunk el, és embereket elzártuk. Gyermekek ezreit vittük az erődökbe. Barda, eddig ez mi?
elég sketchynek hangzik, de ez nagy, gyanítom, hogy nem Dio volt. Én félek Diótól. Én nagyon félek Diótól. 08 de fel se jár a szerverre, hogy csinálta volna? Honnan tudjuk, hogy nem jár fel a szerverre? Hát, honnan tudjuk? Nézd. Attól, hogy ha te alszol, honnan tudod, hogy mi történik a világban, érted? De Norbi, hogyha feljárt volna, ez az építményt most leromboltuk, már rég be lenne fejezve. Lehet, hogy ez csak valami kamu, érted? Nem, nem. Na, csapatainkat játékosok tizedelik totemeket szereztek, de nem tudják, mit tartanak a kezükben. Van nála totem, Barna? Hát nincs, miért lenne? Jó, mert akkor eldobattam volna veled. Hát valami gyermek van elvileg belezárva, vagy mit tudom én. Szóval a csapatainkat játékosok tizedelik totemeket szereztek, de nem tudják, mit tartanak a kezükben. Ha tudnák, biztosan lerohannának minket. A kapitány újabb kísérleteket sürget. Itt is két hónap eltelt. Találtunk két játékost, egyelőre megfigyeljük őket. Eddig falusiakat használtunk. Vajon egy játékosból milyen totem lesz? Lehet el sem törik? What? Amúgy. Ne csinálj belőle totemet, kösz. Elkaptuk őket, sokkal ellenállóbbak, mint a falusiak gyermekei. A sikolyaik is hangosabbak. Na jó, ez egy de már itt két havonta vannak bejegyzések. Megszökött! Nem juthatott messzire felszerelés nélkül. A másik játékost elzártuk, sok időt vesz igénybe az átalakítása. Nem bírtam tovább a hangokat, megszöktem. Egy mérgezett nyíl eltalált, de ezt a naplót elrejtettem. Remélem megtalálják a játékosok és megállítják ezt az őrületet. 2020-01-16, nem bírom tovább, ez az utolsó bejegyzésem. Remélem megtalálják a naplom, még két hónapja van hátra az alajnak, utána vége. Ennyi. Oh, fuck. Ennyi. És ez mikor volt az utolsó bejegyzés? Január 16. Idén, január 16. Még két hónap? Még két hónapja van hátra az alajnak, utána vége. Akkor még benne vagyunk az időben, hogy megmentsük őket. Hány nap van még? Hát még körülbelül, hát még egy-két hét, de még annyi se. Hát, ez minél hamarabb kéne, nem? Jó, de honnan tudjuk, hogy merre van? Egyébként. Hát, ez egyébként egy elég jó kérdés. Itt egyébként van még valami más épületem mellett? Vagy valami plusz extra valami? Hát, szerinted? Vagy ennyi? Nem úgy látom. Hát, van egy chest amúgy. Van egy láda. Hallod, van itt egy totem. Meg egy térkép. Oh, meg van egy térkép. Elnézést? Oh. De várjál már, most az a totem akkor az ott mi akar lenni? Na, hogy ránk fogják, ha van egy totem a kezünkbe. Hadd tegyem már ezeket be, mert rohadtul nincs helyem. Van egy térképünk egyébként, Barna. Ez lehet, hogy akkor ahhoz vezet. De jó, ez érdekes. Úgy. Mit szólsz hozzá, felfedezzük majd? Ó, adom amúgy. Jó. Nézzük hát meg, majd, jó lenne megmenteni egy pár arcon. Jó, csekkoljuk le, hogy majd mizó. De én ma már nem. Tehát nem tudom, hogy vagy vele, ja, nem érsz rá, ugye? Nem. Jó, akkor, hát jó. De mikor? Mikor legyen? Hát, nem tudom, péntek esetleg? Várjál már, pénteken mit csinálok? Pénteken hát, pont stream. Szem... Ja, pont stream van, jó. Ja, pont SMP, jó, akkor mehet. Jó, pénteken? Jó, akkor pénteken. Jó, oké. Okay. Jó, adom. Hát akkor pénteken felfedezzük azt, akkor megtudjuk, hogy ott mi a szar van. Benne vagy? Jó. Jó, jó, fasza. Jó, hát akkor én le is zárom a mai streamet. Egyébként mondtam, hogy amúgy csak így nagyjából egy 3 órát akarok streamelni, de akkor ez rövidebbre sikeredett. Tehát, hogy így kompletten. Nagyon szépen köszi amúgy.